Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Mint ismeretes, az országgyűlés már februárban tárgyalta az úgynevezett stop soros törvénycsomagot, de a döntést az április 8-ai választások utára halasztotta annak a érdekében, hogy az emberek véleményét tükröző, újonnan megalakuló országgyűlés dönthessen ebben a rendkívül fontos kérdésben. A választó polgárok tehát nem csak az elmúlt közel egy évtizedben elért eredményekről, hanem az előttünk álló egyik legnagyobb kihívásról, a migrációs válság kezeléséről is hoztak döntést április 8-án. Az eredmény azóta mindenki számára ismert, a magyar emberek, a magyar választók immáron harmadik alkalommal adtak kétharmados felhatalmazást a Fidesz-KDNP pártszövetségnek. Azt is jól tudjuk, hogy a kormány eddig több száz milliárd forintot fordított hazánk határainak védelmére a költségvetésből. Fontos hangsúlyozni, hogy minden szervezet, amely az illegális migrációt segíti és támogatja, növeli a védekezésre fordítandó kiadásokat, és ezáltal komoly károkat okoz a magyar költségvetésnek, közvetve a magyar adófizető polgároknak. A magyar emberek számtalanszor kinyilvánították, hogy elutasítják hazánk kulturális, nyelvi és vallási berendezkedésének megváltoztatására irányuló törekvéseket. Az ilyen tevékenységek hatékony megakadályozását szolgálja a bevándorlási különadó bevezetésére vonatkozó javaslat is. A pénzügyminisztérium ez irányú javaslata az illegális migrációt anyagilag támogató, illetve segítő szervezetek számára különadó fizetési kötelezettséget ír elő. Az adót azoknak a szervezeteknek kell megfizetniük, amelyek pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatásban részesülnek, és az így végzett tevékenységükkel, akár közvetlenül vagy közvetve elősegítik az illegális migrációt. A javaslat szerint az adó mértéke az annak alapjául szolgáló pénzbeli vagy vagyoni jellegű juttatás 25%-a lesz. Az intézkedés egyértelmű célja, hogy Soros György által pénzelt szervezetek a jelenlegi formában ne folytathassák tovább tevékenységüket. Ugyanis ezek a szervezetek valójában nem a rászorulókat kívánják segíteni, hanem káros tevékenységet szerveznek, erre buzdítanak, és közben hazugságokat terjesztve jelentgetik föl hazánkat, Magyarországot. Soros aktivistái, bár csak pár százan vannak, úgy próbálják feltüntetni magukat, mintha az egész magyarországi civil társadalmat képviselnék. Ezek a szervezetek szélsőséges nézeteikkel megkérdőjelezik a nemzetek létjogosultságát, a hagyományos valódi európai értékeket a családok, valamint a házasság intézményének tekintetében, és támogatják az illegális migrációt. Ezért mindenképpen indokolt fellépni az általuk folytatott tevékenység ellen. Tisztelt államtitkár úr, azt nem tudjuk ugyan pontosan, hogy akár Soros György szervezetei, akár mások mennyi pénzt adnak a Magyarországon tevékenykedő ilyen szervezeteknek a migráció támogatására, azt azonban sejthetjük, hogy ez az összeg nem lehet kicsi. Arra is számítani lehet, hogy a támogató szervezetek majd megpróbálnak kibújni az efajta adókötelezettség alól. Tisztelettel kérdezem, hogy miképp lehet utolérni a jogeszközével ezeket a szervezeteket, illetve hogy a bevándorlás segítő támogatások adóztatásából befolyó bevételt az állam milyen célokra kívánja a jövőben felhasználni. Előre is köszönöm megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselő úr elhangzott interpellációs kérdésére Tálai András államtitkár úr válaszol, parancsoljon államtitkár. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A magyar emberek a 2016-os kvóta népszavazáson világosan véleményt nyilvánítottak arról, mit akarnak a tömeges migráció ügyében. 3,3 millióan mondtak nemet az illegális migránsok betelepítésére. Ezt a döntést a politikai irányvonal támogatását erősítették meg a tavaszi országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP frakció szövetségre leadott szavazataikkal. A magyarok döntöttek, világosan jelezték, nem akarják, hogy Magyarország bevándorló országgá váljon. Ezért a kormány minden eszközzel meg fogja védeni az országot az illegális migrációtól. Nem csak a határzárral és büntetőpolitikai eszközökkel, hanem pénzügyi, adópolitikai eszközökkel is felkívánunk lépni a migráció szervezése ellen. Az illegális migráció elleni védekezés ugyanis jelentős pénzügyi terheket jelent a magyar költségvetésnek, így közvetve a magyar embereknek, hisz ez közel 300 milliárd forintba került. A közös teherviselés elvével nem egyeztethető össze, hogy a társadalom egésze viselje azokat a költségeket, amelyek azért keletkeztek, mert egyes szervezetek tevékenysége a bevándorlás növekedését, így egyúttal az állami feladatok és kiadások növekedését is magával vonja. Ezért a kormány javasolja, hogy a közteherviselés jegyében új fizetési kötelezettség kerüljön bevezetésre a bevándorlás segítő szervezetek fizessenek bevándorlási különadót, amelynek mértéke 25%.
A bevándorlási különadót a múlt héten benyújtott adócsomag tartalmazza. A javaslat általános vitáját a holnapi ülésnapon kezdi meg az országgyűlés. Amennyiben elfogadja az országgyűlés, úgy a törvény a kihirdetést követő 30. napon hatályba lép. A törvényjavaslatban szereplő bevándorlási adókötelezettség kiterjed a Magyarországon zajló bevándorlás segítő tevékenység anyagi támogatására, függetlenül a támogató és a bevándorlás segítő szervezet honosságától, továbbá a bevándorlás segítő Magyarországon bejegyzett szervezet működésének anyagi támogatására, függetlenül attól, hogy a szervezet hol folytatja tevékenységét. A javaslat külön meghatározza a bevándorlás segítő tevékenység fogalmát. E körbe tartozik a bevándorlás előmozdításával összefüggő médiakampányok, szemináriumok folytatása, abban való részvétel, a hálózatépítés és működtetés, valamint a bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység. Az adó alapja és mértéke igazodik ahhoz a hatáshoz, amit a bevándorlás segítő szervezet fejt ki. Ezért az adó alapja a bevándorlással összefüggő anyagi támogatás, például átutalt pénzösszeg, illetve juttatott ingóság. Az adó önadózással teljesítendő, azaz az adóalanynak kell megállapítania, a fizetési kötelezettséget bevallania és azt megfizetnie. Az adó alanya tehát elsődlegesen a támogatást nyújtó szervezet, amely egyben legkésőbb a támogatás átadását követő hónap 15 napjáig köteles nyilatkozni a támogatás címzetje felé, hogy a bevándorlási különadó kötelezettségét teljesítette. Ha egy nyilatkozat tételt elmulasztja, a támogatás címzetje válik adó alanyjá. A támogatás címzetjének, ha a támogatás nyújtó nyilatkozattételi kötelezettség mulasztása miatt a bevándorlás segítő szervezetre terhelő adóbevallási és adófizetési kötelezettség feléled, azt a második hónap 15 napjáig kell teljesítenie. A különadót az adóhatóság kezeli, a költségvetésbe befolyt összeg kizárólag határvédelmi feladatok ellátására használható fel. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, államtitkár úr! Megkérdezem képviselő urat, hogy elfogadja az államtitkári választ. Parancsoljon! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr! Azt gondolom, hogy a pénzügyminisztérium szóban forgó javaslata egy újabb ékes bizonyítéka annak, hogy Magyarország kormánya, hogy eddig is, a jövőben is minden lehetséges eszközt szeretne megragadni annak érdekében, hogy megvédje a határainkat, megvédje Magyarországot, megvédje a magyar embereket. És a bevándorlási különadó, ahogy az előbb is hallhattuk, az eddigiekben sikeresen alkalmazott módszerekhez illeszkedve, akár a jogi, fizikai, élőerős határzárhoz, akár a közelmúltban elfogadott alkotmánymódosításhoz, vagy az úgynevezett stopsoros törvénycsomaghoz, most egy újabb adalékként, egy úgynevezett adópolitikai intézkedésként próbál betársulni annak érdekében, hogy Magyarország biztonságát, illetve az illegális megvédje és az illegális migrációt megakadályozza. Különösen örvendetesnek tartom, hogy az ebből befolyó összeget a határvédelemre tudjuk fordítani, hiszen ahogy előbb is hallhattuk, eddig körülbelül 300 milliárd forintot költött Magyarország a magyar adófizetők pénzéből a határkerítés megépítésére, a határvédelemre, ezért a államtitkár úr alapos és részletes válaszát természetesen elfogadom. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr!